Urunk, áldunk téged a lehetőségért, hogy újból a te házadban lehetünk, egymással és te veled is találkozhatunk. Köszönjük, hogy a te ígéd élő és ható, ennek bizonyítékai vagyunk mi is, akik meghallottuk a te szavadat, a te üzenetedet, és követhetünk téged, ismerhetünk, mint személyes megváltónkat. Köszönjük te néked a megváltást, Úr Jézus! Bocsáss meg, hogyha sokszor nem tudjuk meghálálni, visszaadni mindazt a jót, amit te adtál, hisz az életünk is kevés arra, hogy mindazt, amit te tőled kaptunk és kapunk, megháláljuk és visszaadjuk. Köszönjük te néked, hogy ma is van számunkra aktuális üzeneted, tedd szívünket nyitottá annak meghallására, befogadására, adj erőt a megcselekvésre, segíts, hogy imádkozó és könyörgő életet élhessünk testvéreinkért, a betegekért, az erőtelenekért, akaratod szerint gyógyítsad őket, és áld meg most ezt a délutánt, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretettel köszöntöm délutáni istentiszteletünkön a gyülekezetet. Keressük meg kezdő énekünket, amely így kezdődik: az Úr légyen áldott, nagy dolgokat tett. Ötös számú énekünket lapozzuk fel. Kedves gyülekezet, ma délutáni igénket a Bírák könyvéből olvasom fel. A Bírák könyvének 7. rész 15-től a 25. igeverseket, melyet kérem fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Az igének felolvasása után pedig Mészáros Lajos testvéremet kérem meg imádságra. És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtá magát, és visszatére az Izrael táborába, és mondta: keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midian táborát. És a 300 embert 3 csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat, és fáklyákat a korsókba. És mondanékik: én rám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek,
és íme én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amit én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fúvok, mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és azt kiáltsátok, az Úrért és Gedeonért. És leméne Gedeon és a 100 férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez, a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel, és összetörék a korsókat, amelyek kezükbe valának. És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükbe tartották a fáklyát, jobb kezükbe pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának fegyverre az Úrért és Gedeonért. És mindenki ott állott a maga helyén a tábor körül, erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. Mikor a 300 ember belefújt a kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborba, és egész Bécsittáig futott a tábor, Cererák felé, Abel-Mehola határáig, Tabbaton túl. És egybegyűjtettek az Izrael fiai Naftalitól, Ásertől és egész Manasséből, és úgy űzzék a midianitákat. És követeket küldte Gedeon az egész Efraim hegységbe, ezt izenvén, jöjjetek alá a midianiták ellen, és fogláljátok el tőlük a vizeket, Bétbáráig és a Jordánt. És egybegyűjte Efraimnak minden férfia, és elzárák a vizeket, Bétbáráig és Jordán, és a Jordánt is. És elfogták a midian két fejedelmét, Órebet és Zéebet, és megölék Órebet az Óreb kősziklájában, és Zéebet megölék a Zéeb kősziklájában, Zéeb pajtájában. És űzték a Midiánt Órebnek és Zéebnek fejét pedig elvivék Gedeonnak a Jordánon túl. Eddig olvastam Isten igéjét, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Ó, mély kedves név ez Jézus, 135-ös számú énekkel dicsérjük a mi Úrunkat. Thank you.
Kedves gyülekezet, a mondás szerint van egy olyan állítás, ami így hangzódik, hogy a történelmet a győztesek írják. Ahhoz, hogy egy adott helyzetben győzelmet lehessen aratni, ahhoz viszont küzdelemre van szükség, hiszen ha nincsen harc, akkor nem beszélhetünk győzelemről, de annak az ellentétje sem valósulhat meg, a vereség. Már hatodik alkalommal járjuk körül azt a történetet, amely a bírák korában történt, zajlódott, Gedeonnak a története. A régmúltba kalauzol el bennünket. Egy embernek, egy népnek a története, amely több apró epizódon keresztül, de végül is győzelemhez vezetett. Egy olyan időszakba, amit bátran lehet egy ciklusos, ciklikus időszaknak nevezni, hiszen a bibliai tudósítások alapján nagyon jól láthatjuk és tudjuk, hogy sajnos ez egy olyan történeti korszak volt, amikor Izrael korában, Izrael idejében bírák bíráskodtak, és akkor, amikor a népnek úgy idézőjelben jól ment a dolga, akkor nagyon könnyen elfeledkeztek a mindenható Istenről, elfeledkeztek a szövetséges Istenről, hogy Istennek ők egy szövetséges népe, és nagyon könnyen befolyása alá kerültek a környező népeknek, szomszédaiknak. Aztán, amikor visszájára fordult a dolog, és az ellenség által szorongatott helyzetbe kerültek, így beszélhetünk a filiszteusokról, Gedeon történetének esetében a midianitákról, és sorolhatnám a környező népeket. És amikor igen szorult helyzetbe kerültek, annyira, hogy a terményeiktől kezdve, sőt, sokszor az életük is veszélyben forgott, akkor bizony megtanultak a mindenható Istenhez kiáltani. Kiáltani segítségért, és milyen kegyelmes az Úr, küldött segítséget. Bíráknak nevezi őket a történetíró, a szentíró. Ők Isten által kiválasztott, ő általa alkalmasnak talált személyek voltak, akik talán inkább lehetne egy hadvezéri képességekkel, szabadító képességekkel megáldott embereknek nevezni. Gedeon története azzal a 300 kiválasztott emberről, mert végül is, akik által Isten a győzelmet megadta Izraelnek, ilyen kevés számú ember volt, csapat volt, nem mindennapi módon, és körülmények között vívták ki ezt a győzelmet. Nem mindennapi körülmények között sikerült nekik győzni a túlerőben levő midianiták felett. Amikor ezt a történetet ugye a legutóbbi alkalommal is hallottam, és ugye bizonyos megközelítésekből világította meg a Szentírás előttünk ennek a történetnek a tanulságait, eszembe jutott egy másik történet, ami szintén történelem. Ez a történet jóval később zajlódott, majdnem 1000 évvel később, körülbelül Krisztus előtt 490-es évek idején, és talán sokaknak ismerős a 300, amiből ugye filmet is készítettek, a 300-ról jutott eszembe. Ott is egy királyról olvasunk, aki király, Leonidas király, aki 300 emberrel állt szembe, a túlerőben levő, hatalmas túlerőben levő perzsa hadsereggel. Történeti leírásokból tudjuk, hogy azért a spártaiak nem akárkik voltak,
mert akik ottan, mint harcedzett férfiak kikerültek, hogy szembeszálljanak akár az ellenséggel, vagy bárkivel, azért ők életük javarészét a hadseregbe, hadi eszközök használatában töltötték, és hát azt lehet mondani, hogy szinte ez volt a foglalkozásuk. Miért említem most őket? Talán érdemes összehasonlítani a Gedeon történetét ezzel a történettel. Ami hasonlóság közöttük kevésnek találjuk. Mind a kettő esetben 300-ról van szó. Gedeonnak az izraeliek körül kiválasztott, végül is Isten tanácsára kiválasztott 300 embere, harcosa, illetve a spártai 300, akik felvállalták a túlerővel való szembeszállást, és ami még közös, az a hatalmas túlerő. És mégis felvállalták. Sokkal több különbözőséget és különbséget találhatunk és láthatunk azonban a két történetben. Ha már csak az emberekről, a harcosokról beszélünk. Hát ahogy előbb is említettem, a spártaiak szinte gyermekségüktől fogva gyakorolták ezt a mesterséget, kemény, harcedzett emberek voltak, kemény körülmények között nőttek fel, és ismert az a mondás is, hogy a spártai keménység és a spártai életvitel, hogy az mi mindent önmegtagadást, önmegtartóztatást, és sokszor kegyetlen életmódot és bánásmódot követelt. Gedeon mellett azt lehet mondani, nem igazán kimondott harcosok voltak. Földművesek, szántóvetők, állattenyésztők, nomád életmódot folytatók, és milyen érdekes, hogy a mindenható Isten mégis alkalmasnak találta őket arra, hogy szabadításának eszközei tudjanak lenni. Felkészültségük. Hát ha spártaiakat lehet annak nevezni, ők a hadászatra valóban felkészültek voltak. Hiszen ismert az a történet is, hogyha a spártaiaknál egy gyermeket úgy találtak a vének, illetve hát a nép előjárói, hogy nem alkalmas az életre, hát akkor azt mondták, hogy elvitték a Taigetoshoz. Persze téves felfogás az, hogy ledobták, mert azért a spártaiaknál az élet védelme alatt voltak, de kitették. Adva egy esélyt az életnek. Kemény felkészültségről beszélhetünk az ő életükben. Hát, hogy az izraelitáknak, Gedeon seregének mennyire lehetett és volt alkalma felkészülni, hiszen Bibliánk sem tudósít arról, hogy Izraelnek milyen képzett hadserege lett volna, hiszen igazából a hadsereg a királyság korától lehet erről beszélni, amikor igazán szervezett hadserege lehetett Izraelnek. A hadsereg akkor jöhetett létre, amikor megkongatták idézőjelbe a vészharangokat, és akkor valamilyen módon védekezésre kellett összejönniük. Az eszközök. Hát itt is nagy különbség lehetett, hiszen a görögök, a spártaiak minden eszköz biztosítva volt részükre, hogy azzal, amivel harcoltak, azt kiválóan tudták alkalmazni. Történetírók is tudják, hogy Izraelnek például, amikor a filiszteusokkal kellett szembeszállniuk, a filiszteusoknak már vas szekereik voltak, amikkel emberileg könnyedén föl tudták venni a harcot a gyenge védekezőkkel. A külső körülmények.
És mennyire ezekben a motivumokban, ezekben a tényezőkben kitűnik az, hogy nem az ember, nem az eszköz, hanem a mindenható Isten. Kétfajta eredmény, bár nagyon jól tudjuk, hogy Leonidas és a 300 az elbukott, meghaltak, de önfeláldozásuk meghozta a gyümölcsét. Gedeon történetében, és ez a spártai történet, spártaiak történetében emberi. Viszont Gedeon történetében azt látjuk, hogy nem az ember a főszereplő. Nem az ember az, aki győzelemre vezet embereket, hanem maga a mindenható Isten. Ő áll a történések mögött. A görögök, a spártaiak csak magukra számíthattak, és ezt megtették. Jó példával jártak elő, és időt nyertek végül is a görög csapatok arra, hogy egyesíthessék ereiket, hogy későbbiek folyamán valóban szembeszállhassanak a túlerőben lévő perzsa seregekkel szemben. Gedeon történetében, ebben a régi történetben viszont azt látjuk, hogy Istené a főszerep. És nem csak ebben a történetben, hisz Bibliánk erről szól. A mindenható Isten a főszereplő. Ő irányítja a történéseket, ő tartja ellenőrzése alatt a történéseket, és ha jól megfigyeljük, kitűnik ebből az, hogy az az ige, amit most idézek, hogy én, amit maga az Úr mond, én az én dicsőségemet nem adom másnak. És erre az Úr nagyon ügyelt mindenkor. Hisz Gedeonnál is azt mondta, hogy hát még saját magukba dicsekednének, hogy ő saját maguk által szereztek menekülést. Az eszközök nem dárdák, nem pajzsok, nem nyilak, íjak, korsók, fáklyák, és a kiáltás az Úrért és Gedeonért. Amikor győzelemről beszélünk, akkor ez minden esetben dicsőséget jelent. De vajon kinek a dicsősége? Az ember dicsősége, vagy Isten dicsősége? Eszembe jutott az a mondat, ami így hangzott, amikor Izrael egy korábbi történetben nagyon szorult helyzetben volt, egyik oldalról a tenger, a másik oldalról az egyiptomi hadsereg. Szintén képzett és felszerelt túlerőről beszélhetünk, és elhangzik a szó, veszteg maradjatok, mert az Úr hadakozik ti érettetek. És ez vajon, kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nem szólhat nekem is? Nem szólhat nekünk is? Annyi mindent igyekszünk emberi értelemmel, emberi erővel, talán sokszor jó akarattal, megfeszült figyelemmel megtenni, segíteni magunkon, talán azt a közmondást is alkalmazva, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Amíg rá kell jönnünk arra, hogy kevesek vagyunk, nagyon picik vagyunk. És akár idézőjelben jól megy a sorunk, akár szorult helyzetben vagyunk, mint ahogy Izrael, egy lehetőségünk van, az Úrhoz kiáltani, szabadításért, és nem önmagunk hozzuk meg magunknak a győzelmet, hanem maga a mindenható Isten
tud és képes adni győzelmet mindannyiunknak. Mi emberek mit tehetünk mindehhez hozzá? Gedeon mit tehetett hozzá? Engedelmességet, figyelmességet, szófogadást. Jó lehet, alkuba bocsátkozott időnként, vagy alkalmatlannak találta magát erre a feladatra, de hát lehet az Úrral alkudozni. Lehet engedetlennek is lenni. De hát ez kemény leckét von mindig maga után. Nem tehetünk az Úr szabadításához, győzelemre vezetéséhez emberileg hozzátenni csak az engedelmességünket, a hűségünket és igyekezetünket. Kezdődik ez nem csak Gedeonnál, hanem nálunk is a segítségül hívással, odafordulással, mert teljes arccal és teljes szívvel fordulhat csak az ember a mindenható Isten felé, az Úr felé, megtéréssel. Ehhez tudunk hozzájárulni az Isten munkájához. Kedves gyülekezet, Gedeon győzelme nem csak ott és akkor lehetett aktuális, és volt aktuális, hanem Gedeon győzelme a mi győzelmünk is lehet, és ahogy az írás mondja, hogy a régiek a mi tanulságunkra lettek megírva, hát tanuljunk belőle. Ne mástól várjuk a győzelmet, ne önmagunk tehetségétől, hanem a mindenható Istentől várjuk a győzelmet. Ehhez én úgy gondolom biztosít mindent, a kelléket, a harcosokat, hiszen ha körülnézünk, testvéreink arcába harcosokat láthatunk, és ez korosztálytól függetlenül. A felkészülést biztosítja az Úr? Igen. Hiszen hétről hétre felkészülhetünk. És nem csak itt, hanem biztosította a számunkra felkészülés lehetőségét az ige által, az igén keresztül. Az eszközök. Jól csenghet fülünkbe az az ige az új szövetségben, hogy vegyétek fel azért az Istennek minden fegyverzetét, hogy megoldhassátok a gonosznak minden erejét. És aztán sorolja mindezeket a kellékeket, sisakhoz, pajzshoz hasonlítva, karthoz hasonlítva, az ige kétélű kardja, és lehet sorolni. És az eredmény vajon kétséges? Egyáltalán nem kétséges az eredmény, ha igénybe vesszük a segítséget, a támogatást. Hiszen nem csak az Úr támogat bennünket szó szerint, hanem egymást is támogathatjuk. Ennek egy nagyon áldott lehetősége az ima. Az újszövetségi szentírás a zsidókhoz írott levélbe különösen kihangsúlyozza, és példaként állítja elénk az ószövetségi hithősöket. És ezek között ott van Gedeon is. Zsidókhoz írott levél 11. részében. És mindegyiknél ki van hangsúlyozva hitáltal, hitáltal, hitáltal. És amikor győzelemről beszélünk, hisz mi, akik az Urat követjük, úgy gondolom teljesen biztosak lehetünk a győzelembe, hiszen úgy véljük, úgy gondolunk, és hitünk és meggyőződésünk, hogy a győztes oldalán állunk, ahogyan ezt a Jánosi levél is kifejezi, János első levelének 5. rész, 4. 5. verse, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?
Kedves gyülekezet, testvérek, éreztük már életünk egy-egy epizódjában a győzelemnek az örömét? Amikor egy-egy kísértésben, egy-egy harcban, egy-egy harcból győztesen kerülhettünk ki. Nyilván nem a mi dicsőségünk, de egy érdekes, egy igazi belső örömmel tudja a hívőt ez eltölteni. Hát még a végső eredmény, a végső győzelem. Jelenések könyve telve van ígéretekkel. A győzőkhez intézett, a győzőknek szóló ígéretekkel. Csak néhányat, hogy említsek közülük. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Egy másik helyen pedig úgy olvassuk, aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Hát az ember, a mai ember, a modern ember ma mindent akar. Mindent, és lehet azonnal. És mennyivel reálisabb ígéretet ad a Szentíró, a Szentírás Jézus Krisztus által, amikor azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Nagyon jól tudjuk, hogy ez ma itt, környezetünkben, körülöttünk talán nem realitás. Talán nem úgy működnek a dolgok, mintha egyik napról, vagy az egyik pillanatról a másikra győznénk, vagy győzedelmes lenne a kereszténység. Sőt, talán ennek az ellenkezőjéről akarnak bennünket meggyőzni, de hát aki bennünket meggyőzött a győzelemről, az hatalmasabb. Mert maga a Szentlélek az, aki erről a győzelemről meggyőzött bennünket, és képes meggyőzni mást is. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nagyon jól tudjuk, hogy a teljes győzelem, amiről a Szentírás is beszél, még várat magára. Harcunk van még ezen a földön, a mát, a holnapot, a holnap utánt, ha elmegyünk és kimegyünk, harcok és küzdelmek várnak. A mindennapi harcoknak a kimenetele, hogy abból győztesen jövünk ki, nyilván az egyik oldalról garantált, de a másik oldalról, amit nekünk kell megtenni annak érdekében, azt helyettünk az Úr nem fogja megtenni, azt nekünk kell megcselekedni. Van egy ének, nem tudom, hogy a testvérek mennyire ismerik, ennek a szövegét hadd idézem most befejezésképpen. A fényben úszó hegytetőt, ez a címe a versnek, és így hangzik a szav alatt. A fényben úszó hegytetőt elhagyva harcosok, kibontva Isten zászlaját a völgybe szálljatok. Lent táboroz vad ellenünk gomolygva, mint a gőz, a hitben van dicső erő, mely népeket legyőz. Az égi Úr velünk vagyon, igéje fegyverünk, szentek serege arra jár, amerre most megyünk. A Golgotáról tört a fény a gyászos éjjen át, ó győztes hit, ó mártírvér, ti tettetek csodát. Sűrű sötét csapatban ott az ellen harcra vár, szent tűz hevíti szíveink, tétlen ki volna már. Az űz sisakja a fejen, kezünkben a pajzs, a hitnek pajzsa, jelszavunk velünk az Úr ma is. Ki győzedelmes, arra vár az égi korona, ki híven küzd, azt várja már a béke szép hona. Fölharcra hát közelg az éj, zászlónk alá ki hős, a hitben van dicső erő, mely népeket legyőz. És a refrénje így hangzik, szent hitünk hős erő, szent hitünk hős erő, szent hitünk dicső erő, mely népeket legyőz.
Gedeon és a régi hithősök népeket győztek le. Kedves gyülekezet, sok esetben nekünk saját magunk ellen van harcunk, és a bűn ellen van harcunk, de a győzelem az garantálva van. Van ellenállás, van szembeállás, és az elsősorban ez a kérdés nekem szól. A mondás úgy tartja, hogy a történelmet a győztesek írják. És ez így igaz, mert tudjuk, hogy ki a győztes. Tudjuk, hogy az Úr Jézus a győztes, és Isten a győztes, még ha a világ másról is akarna meggyőzni bennünket, hát csatlakozzunk, és maradjunk a győztes oldalon. Amen. Szeretném imára buzdítani a gyülekezetet. Egyenként néhány mondatba a hallott ige kapcsán imádkozunk és adjunk hálát, elsősorban azért, hogy a győztes oldalon tudhatjuk magunkat, és kérjük a segítséget, hogy mindvégig hűségesek tudjunk lenni a mi Istenünkhöz, a mi Úrunkhoz. Imádkozzunk! Amen. Úr Jézus, köszönöm te néked azt az ígéretet, hogy te győztél, és mi is győzni fogunk. Add, hogy ez szem előtt legyen a mi életünkbe, és ne vegyük könnyedén a harcot, ne adjuk fel. Maradjunk mindvégig hűségesen melletted, ehhez adj erőt, mert mi önmagunkba, tehetségünkkel, erőnkkel nagyon kevesek vagyunk ehhez. Köszönjük te néked, hogy Gedeon történetén keresztül is arra akarsz rávilágítani, arra akarsz bennünket tanítani, hogy egyedül te benned bízhatunk. És bár alkalmasnak tartod az embert sokszor, hogy a te eszközöd legyen, ez soha nem adhat okot arra, hogy elbízzuk magunkat, hogy magunkba bízzunk, hanem minden körülményeink között csak te benned. Segíts, hogy mikor elmegyünk a te házadból, otthon is, otthonban, környezetünkben, és így tudjuk élni a mi életünket. Áld meg testvéreinket, akik távol vannak, nem tudtak eljönni, pihennek, bármilyen körülmények között vannak. Áld meg azokat, akik betegek, különös próbák és nehézségek között van életük, segítsed meg őket. Adj abban is győzelmes hitéletet, adj felemelkedést és adj gyógyulást. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és hogy számíthatunk rád minden körülmények között. Amen. Isten tiszteletünk végén szeretettel köszöntöm a ige hallgató gyülekezetet, és szeretném hirdetéseinket, alkalmainkat hirdetni. Legközelebb kedden lehet együtt a gyülekezet imaközösségben, délután 5 órakor, majd csütörtökön lehet istentiszteletünk 6 órai kezdettel, délután 6 órai kezdettel, augusztus 21-én vasárnapon, ahogy ez eddig is hirdetve volt, a Tahi konferencia lesz, kerül megrendezésre, itt Rákos Csabán a gyülekezetben nem lesz istentisztelet, buzdítjuk a testvéreket a részvételre,
az ottani jelenlétre. Augusztus 28-án, az utána következő héten szokásosan imaórával kezdődik alkalmunk, majd pedig 10 órakor istentisztelet, és délután 5 órakor pedig közösségi alkalmon, a szokásos Veleszházi közösségi alkalmon lehet együtt a gyülekezet. Szeptember 3-án szombaton a sűsápi imaháznak lesz a megnyitása, ünnepélyes megnyitói alkalom, erre is várják a testvérek jelenlétét, imádkozását is, könyörgését erre az alkalomra, hogy áldja meg az Úr. Szeptember 4-én vasárnap délelőtt pedig úrvacsora istentiszteleten lehet együtt a gyülekezet, erre készüljünk. Szeptember 11-én vasárnap pedig délelőtt gyülekezeti tanácskozás lesz. Erre is imádkozó szívvel készüljön majd a gyülekezet. Befejező énekünk egy nem az énekeskönyvünkben megtalálható ének lesz, de úgy gondolom, hogy a testvérek ismerik nagyon jól ezt az éneket. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Kivetítve lesz az ének, így énekelhetjük. Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
az Úr közel. Vel, Uram Jézus!